Hello, sziasztok! Nos, jelentkezem is a következő restaurálós videóval, szépen az ígérteknek megfelelően. Már csak két autó van hátra ugye az alapszériából, és ugye a következő autónk egy 2012-es Olsen, hát Grand Club. Biztos, Franz ugye ez a név is honnan jött. És hogyha lehet hinni ugye akkor a kedves mod készítőknek, hogyha jól ítélték meg az autót, akkor elvileg ez egy Mercedes-Benz GLK, hogyha jól emlékszem, de azért vetünk egy pillantást is rá, még egyszer mennyi volt 2012. Mondom 12, majdnem jó volt, tehát Mercedes-Benz GLK, és tényleg csessze meg, hát beszarás. Bassza meg! Erre nem tippeltem volna, esküszöm. Erre nem tippeltem volna, és tényleg teljesen olyan. Így ránézésre, az alap vonulatok persze azok teljes mértékben. Bár, hogy őszintén legyek, ugye itt az orra többnyire sima. És ha jól látom, ugye a motorháztetővel egyszínű, tehát nincsen krómozott rész. Max esetleg a rács előtt. Igen, ott mondjuk van. Meg maga a logó. Ugye az mondjuk általában a Mercedes logó, az ugye krómozott. Viszont, ha megnézzük a saját autónkat, akkor itt viszont hát én ebből a vonalból, tehát emiatt a csík miatt inkább még talán egy Audira tippeltem volna, mert az, ami még nagyon sokszor szokta ezt a fajta első lökhárító, meg ugye itt ezt a kis légszűrő részt, vagy hűtő részt. Na, minden esetre, akkor ez egy Mercedes-Benz. Hát, akkor az eredeti tipp, hogy Toyota, vagy valami ilyesmi, az nem igazán jött be, de se baj. Menjünk tovább, akkor Mercedes-szel. Nézzük, milyen ez a Kaum Mercedes. Azon kívül, hogy ugye látszik, hogy elég rozsdás, a fényezése is szar. Tehát ez milyen színű volt eredetileg? Barna? Ilyen eléggé szín. Aha, ezt ilyen fos barnára lefestették, hát ez gyönyörű, és ez a gyári színe volt, csessze meg, de jó ég. Hát ez undorító, és láttam, volt már egy ajtócsere oldalt. Sőt, már itt is, jobb hátsó és a bal első, vagy mi ez? Ja, igen, a bal első sárvédő, ne, jobb első sárvédő, azért mondom, mert nem. Rossz irányba nézek. Jó. Na, megyünk is tovább, akkor bedobjuk szépen az emelőre. Ha jól emlékszem, akkor itt nem volt több konfig, csak egy. Igen, nagyon jó. Viszont van neki kétfajta motor is. Na, ez viszont jó kérdés lesz, ugyanis a V8 DOHC 4x4. Ugye négy kerék meghajtásos, viszont a V8 SOHC Boost azt nem tudom, hogy milyen. Hogy ez esetleg csak hátsókerekes. Azt hiszem, az csak hátsókerekes. De nem vagyok benne biztos. Minden esetre azt nézzük meg, hogy ugye ez most 309 lóerő lenne itt az összkerekes, mert ugye az van benne. És nézzük meg akkor a V8 SOHC Boost az mennyi. Amint megtalálom. Ebben a rohadt nagy listában. Itt van. SOHC Boost. Bazd meg, ez 381. Akkor erre kéne váltani? Azt mondjátok? Azért nem kevés, tehát ez több mint 60 lóerő van pluszba. És ez az alapmotoron. Úgyhogy a tuning volt esetben még több lenne. Viszont így lehet, hogy akkor az egész futómű változni fog. Na jó, megnézzük. Megnézzük a V8 SOHC Boost, aztán meglátjuk. Ups, itt maradt még az előző autónak a hagyatéka, meg a szennye. Na, egyelőre akkor az karosszériát azt levesszük szépen. A rozsdát azt látom, hogy eléggé mutatós azért. Itt mondjuk most jól megcsináltak, és a tető is végre. Köszönöm. Nem is kicsit. Nézzük meg egy kicsit jobban. Fölfele is tudunk elmenni. Nagyon jó. Na, ez már végre ideális. Ez végre egy ideális, igényes rozsda. Azért milyen már, hogy rozsdára azt mondjuk, hogy igényes, tehát... De ez végre meg van csinálva. Nem úgy, mint a többi autónál, ahol eddig nem találkoztunk egyébként olyannal. Nem tudom, még talán lehet, hogy ez az első, amelyik normálisan meg van csinálva így a tető részen is. Mert sőt egyébként, tehát hogyha napon áll az autó, akkor egyébként melyik alkatrészt éri leginkább a meleg levegő, meg a forróság, hát a tetőt. És nem csak az, hanem ugye a beltéri levegő is,
alulról is még pluszba melegíti. Tehát igazából, ahogy fölmelegszik a beltéri levegő, a beltéri levegő ugyanúgy még melegíti alulról is egyébként a tetőt. Szóval katasztrófa, úgyhogy a tető az, ami leghamarabb elbaszódik szerintem egy autónál, hogyha így áll egy helybe. Ráadásul a víz is folyamatosan éri, úgyhogy eléggé egyértelmű. De ez szépen meg van csinálva, a chrome rész is szépen be van rostásodva, ahogy ennek kell. A fosbarnát azt inkább nem is említem, de legalább az is ott van és látszik, hogy sérültem van ott. Ez végre egy normális rozsda volt. Ezt így el is tudom fogadni. Jó, rendbe tesszük akkor a belteret is szépen. Nézzük, milyen ülést kap. Jó, ez így meg is van. Na már most, hát a body. Nézzük akkor a karosszériát, hogy van-e valami tuningunk. Arra hat életben is van. Nem is kevés, és nem is rosszak. De jó ég! Azt mondja, itt megint dupla lökhárító, elől hátul. Egy sportmotorháztető, és... kétfajta. Na várja. Bal első fényszóró B. Jobb első fényszóró B, de ennek a két képe miért különbözik? Hát ez sötétebb, ez meg világosabb. Pedig ugyanaz. Pedig ez az, ez a párja. Formailag is, és név szerint is. Na jó, erre kíváncsi ezek, mert a képek alapján egyébként ezt sötétebbnek látom, tehát ez olyan, mintha egy sötét üveg lenne rajta kívülről. Itt viszont olyan, mintha egy rendes átlátszó fehér üveg. Vagy egyszerűen csak így fotózták le, na mindegy, meglátjuk majd. Illetve van két darab hátsó szettünk is, illetve a két darab hátsó belső, ugye? Apa pedig itt van az utolsó. Nagyon jó. Jó, ezzel szemben viszont azért természetesen megvesszük a gyári alkatrészeket is, ugye összehasonlításképpen, méghozzá ugye első hátsó lámpa, illetve az első lökhárító, illetve hátsó lökhárító. Meg azt hiszem ez volt még, ami hiányzott, és ez. Motorháztető az, azt nem hasonlítjuk össze, egy sima alap semmi, szóval ja. Még elég egyértelmű, hogy akkor ezzel mennénk tovább. Illetve pótoljuk akkor a hiányzó alkatrészeket. Persze, hogy megvette a másik ajtót, nagyon jó. Na. Basszus, a kijelölés az viszont most elég érdekesen működik. Most vagy az egerem szórakozik, vagy csak éppen így jött ki. Jó. Akkor ez egyelőre így meg is van. Nézzük meg akkor az első lökhárítót, illetve lámpát. Hát, nagyon kezdjük először a lökhárítóval, hogy lássuk aztán utána a lámpával az összképet. Van nekünk itt ugye akkor először is a gyári, amit látunk, hogy egy ilyen alap, van egy első diffuser, hát mondhatjuk egy ilyen splitter diffuser valamicskének, nem is tudom minden, egy ilyen chrome dísz igazából, ez csak rajta van a lökhárítón, ahogy elnézem, igen, egy kis bevágáshoz. A rácsozás az fasza, azt tetszik, azt jól megcsinálták. A logója az még, bazd meg, az még mindig Toyota. Tehát ez annyira Toyota, hogy ez hihetetlen. Na jó. Nézzük még a másikat. Nem rossz, de azért van itt még más is. Ú, azért az jóval sportosabb, mint a gyári. Wow. Na, ez már jobb. Hasonlít egyébként a gyárira, csak van egy plusz ilyen kis dísz a két oldalán, viszont a középső splitter az még mindig ugyanaz, és kapott egy ilyen plusz ívet is. És a rácsok is azért egy kicsikét agresszívebbek, úgyhogy ez tetszetős volt ez a B. Nézzük a C-t. Aha, ez meg ködlámpát kapott, és egy jó nagy széles kivágást. Amire viszont sajnos nem raktak szerintem, de van rajta rács, jó. Oké, csak annyira sűrű volt, hogy nem láttam alapból. Bassza meg, ez az utolsó is jobb, sőt, ebbe azt tetszik, hogy az alsó splitter az nem krómozott, hanem sima. Habár lehet, hogy nincs is rajta, vagy
Ez olyan, mint hogyha igen, kivágták a helyet neki, de elfelejtették felrakni. Tehát így az így... Mert ez most meg így itt meg most egy ilyen hiányérzet van, vagy csak én érzem? Nézzük meg az előzőt. Jaj, ma megint rosszul léptem ki belőle. Rakom megint akkor a B-t. Mert ugye igen, itt megvan ugye rendesen megint a kivágásnak és föl van rakva oda az a chrome dísz. De az előbbinél meg, sőt, igazából itt nincs is kivágva fizikailag. Itt csak látszat van, tehát ez meg föl van csak ragasztva a külső részre, te jó ég. Még ráadásul fizikai kivágást meg se csinálták ugye így akkor grafikailag. Na jó, hát ebben az esetben akkor lehet, hogy a végén még a izével fogunk menni ezre a hármassal. Szóval még egyszer megnézem a gyárit. Aha, ez meg kb. Ugyanaz. Csak ugye más itt az oldala. De igen, formailag egyébként majdnem minden, sőt a középső rács is az ugyanolyan mindegyiknél szinte szerintem. Nem változott semmi. Ez az, ami inkább egy kicsit szélesebb. Ez meg ugye a ködlámpás. Bár a ködlámpás jobban tetszik, hogy nincs rajta az a chrome dísz az orrán, úgyhogy menjünk ezzel a ködlámpásra, én azt mondom. Rendszámtáblát is kéne venni. Aztán akkor nézzük meg a először akkor a gyári fényszórót, de szerintem nem az. Aha, ez kimondottan nem azzal volt szerelve, szerintem ez mi? De ez a gyárival van szerelve. Ja, tényleg. Most így jobban megnézem. Ezek egy és ugyanazok. Na, hát mondjuk a gyári sem rossz. Ugye itt már megint az a baj, hogy nincsen festve egyik oldal sem, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy melyik lehet az index. Kettő közül. Én mondjuk azt mondanám, hogy lehet, hogy a külső és a belső, az pedig a távolsági. Meg van egy fasz a menetfény, ami mondjuk elég jól néz ki. Bárcsak világítana! De sajnos eddig egy autónál sem volt, kivéve ugye modautóknál. De alapautóknál egyiknél sem láttunk, hogy ugye a menetfények, amik rendesen dizájnban ott vannak, azok világítottak volna. Mondjuk normál esetben föl sem tudjuk kapcsolni egyébként a lámpát ugye az autókon, szóval ahhoz is, hogy ott kell, tehát ez is mekkora már. Tele vagyunk autóval és nem tudjuk fölkapcsolni a lámpákat. Na, jól látom, van itt egy eléggé össze-vissza darabos. Ez olyan... Megint ilyen egyiptomi stílus, kb. ezt passzolom. Tehát ennek a formailag sem tudom kinézni, hogy ez itt... Ha ezek az izzók itt a sorban, bazd meg mindegyik egy-egy mondjuk egy menetfény, vagy egy helyzetjelző, hogy folyamatosan világítanak, bazd meg az kurva zavaró lehet. Főleg, hogyha még az a felső 2-3 LED, ami ott van, az is. Az a két kicsi, ez a két izzó, meg ez meg egy lófasz azokhoz képest. És ugye itt meg kellene lenni egy indexnek is még, meg egy tompítottnak. Ami megvan, de hogy az a menetfény ott, az, vagy ez a sorfény, hogy az mit csinál. Na mindegy. Tehát ezt ki nem tudom nézni, ezt a lámpát. Jön össze-vissza. És ugye van nekünk még a C, ami hasonlít a gyárira. Viszont ennek is egy ilyen kevert alap és... Mondjuk a formailag nem rossz egyébként az a kis kampó benne. És legalább jobb, egy kicsit sötétebb. Jó, rendben, oké. Engem megvett itt most ez a C. Ó, ebből meg van kettő is, hoppá, nem baj. Aha. Bár a kampók miatt, meg a nagy tompított rész miatt olyan, mint egy kicsit kancsal lenne. Na mindegy, egyre menjünk ezzel. És akkor meglátjuk, hogy ez akkor a C volt, ja. Na. Hát igen, itt van egy alap B-nk, alap hátsó lámpánk, ami... Hát semmi extra, ahogy elnézem, tehát ez ránézre is innen lehet látni, hogy sima piros részek megvannak. Valószínűleg a féklámpa menetfény ott van, meg egy tolató, esetleg ködlámpa. Viszont ez érdekes. Meg van egy sötétített, ahogy elnézem, de a sötétített is egy kicsit másabb stílus. Vagy csak a piros burkolat miatt nem látjuk, de közben ez van alul is. Mert ráadásul ugye itt ez a csík és a tolatófény az ugyanolyan ott. Na mindegy, ezt viszont megnézzük mindegyiket végig. Kíváncsi vagyok, hogy ez a fajta hogy néz ki. Így az összképben. Azért nem rossz bassza meg.
Bár ez is olyan, hogy három piros rész van külön-külön. Van egy felső piros teljesen festve, van egy középső piros, és van egy alsó piros. Ezzel egy a probléma, hogy ez már megint össze-vissza van. Tehát nincs olyan lámpa, hátsó lámpa, amelyiken három piros burkolat van. Tehát az úgy milyen már? Kettő az oké, mert van egy, ami az éjszakai menetfény, meg egy a féklámpa pluszba. Bár általában lehet, hogy az izére is van rakva, a menetfényre van még ugye egy rávezető kötve, és akkor ugye nagyobb feszültséget ad, és akkor úgy jobban világít ugye fékezéskor. De például a legtöbb autónál, most megint példaként tudom mondani a sajátomat, ugye Mitsubishi, vagy éppen munkatársi Alfa Romeo, azoknál is mindig ugye az éjszakai menetfény, meg egy féklámpa van külön. Na most ez is oké, tegyük fel, a középső rész mondjuk ez a három kis vonal, az lenne mondjuk a menetfény. Az éjszakai menetfény. Rendben, semmi probléma. A felső rész az mondjuk legyen akkor a féklámpa. Jó, semmi probléma, megesszük. De az a piros pöttyöt, bazd meg, mi a retkes faszom? A pöttyös túróról valaki ide dobott egy pöttyöt, vagy mi a fasz? Mert az ott akkor az indexnek kéne lennie. Esetleg még talán, oké, rendben, még talán lehet egy ködlámpa külön, mert az is például nálam külön van. A hátsó ködlámpa. Az külön van. De akkor meg másik probléma, nincs index. Tehát ez így... Tehát akárhogy is nézem, ezt a lámpát szintén iszonyatosan elbaszták a fejlesztők, meg a designerek, mert ez is fasza overtuning, tényleg nagyon jónak tűnik. Csak mondom, technikailag el van baszva. Meg ott is látok ugye egy izzót, és ha jól látom, az egy vagy kettő van most, már nem is látom, hogy ez csak egy tükörkép, az csak egy tükörkép, jó, oké. Okay. De nem találom az indexet, baszki. Tehát, hogy ez így... Ez kicsit error. És ugye piros index meg nem sűrűn van. Na mindegy, ezt nem fogadom el, ezt a lámpát se. Szerintem erre a lámpára is műszaki néznének, hogy te Józsi, gyere már ide, mi a faszom ez? Úgyhogy tegyük fel maximum inkább ezt a sötétítettet, hogy valami sportosabb feeling legyen. Mert azért a gyárit meg nem akarom, mert az... Nye. Jó, oké, és itt van ez a sötétítő. Mert ezen legalább mondhatod azt, hogy oké, menetfény, féklámpa, index. Aztán fasz tudja. Csak itt meg akkor tolaton is, de az lehet, hogy mondjuk középen van. Sőt, az inkább a középsőkre gondolnék, méghozzá erre ott. Esetleg. Vagy valamelyik onnan a felső három közül. Mindegy, ott ki lehet magyarázni legalább. Na nézzük ezt a lökhárítót. Na hát itt már három közül egyből látom. Tehát a gyári az látjuk, hogy egy alap fényvisszaverő van rajta, meg egy középső díszbevágás, aztán szevasz. Ami mondjuk szépen rácsozott, csak gondolom ez már megint ilyen kamurács, tehát hogyha közelebb megyek, akkor igen, ott van mögötte a lökhárító, tehát igazából csak egy kamurács az egész. Semmi funkcionalitása nincs, vagy hogy mondjuk egy leszorító lég menete lenne ott, vagy valami, ami még jobban a lökhárítóval leszorítja az... Nem, tehát itt semmi. Semmi funkcionalitás, csak egy kamu kivágás ott van. Na hát, akkor nézzük meg a B-t, ami egyértelműen nem lesz a nyerő, mert ez az otvar otromba nagy króm hátsó rész, ez úgy elrontja az egészet, mint a húzat. Tehát ez semmiféleképpen sem választani például egy ilyen lökhárítót. De viszont, ezt már annál inkább. Bár itt meg most hiányzik neki a rendes... Itt meg megint van egy chrome dísz, sajnos. De legalább a diffuser az festhető. Márha nevezhetjük ezt bármilyen jellegű diffusernek, mert ez eléggé... igénytelen kivágású lett. Mert hogyha még a kipufogó mondjuk közepére került volna, akkor mondjuk... még úgy lenne valami... oka, de így, hogy el van csúszva ugye a... a bal oldalukra. Az úgy elég érdekes. Na jó, mindegy, hát akkor legyen ez. Aztán meglátjuk. Akkor a következő teendő a motortér. Először is akkor szétszedem itt ezt az egészet, mert amúgy is motort cserélünk. Azt nézem, hogy azért így viszonylag rendben van a motor, tehát
Bár nem tudom, hogy randomizáltam-e az állapotot, mielőtt neki kezdtünk. Mármint még akkor, amikor megvettem. Mert lehet, hogy az nem is volt randomizálva. Bár mondjuk ott a levemlő azon, azért azon látszik a kor. Na, szerencsére nincsen sok biztosíték ezen a szaron. Jó, ez meg is van, majd egy motorvezélő A-típusunk. Hoppá, hát itt nem fogom megtalálni, így el odébb. Mondom, motorvezélő, úgy, az. Jó, ezt le is vesszük, illetve van még egy szervótartály. Ez is megvan. Jó. Na, hát a V8-t eltekintve egyébként, meg elnézve, igen, itt van egy osztómű hozzá, ugye az első futóműhöz, meg ugye a kardán a hátsóhoz. Ez teljesen baráti, viszont szerintem azzal, hogyha a másik motort fogjuk belerakni, akkor hátsóra fogunk váltani. Ez szerintem eléggé esélyes. Na, most viszont ugye annyit meg kéne csinálni. Bár igaz, hogy a leömlőt nem kell leszednünk ahhoz, hogy ezt a csövet, de azért biztos, hogy a kedvé leszedem. Már fogalmam sincs, hogy mire számítsak itt a V8 esetében, úgyhogy inkább leszedem mind a két oldalon azt a leömlőt, csak hogy ki tudjuk szedni a kipufogót. Mert viszont azt tudom, hogy azt a ennélkül a kipufogó, tehát a kipufogócső eleje B, V8, alkatrész, levétele kötelező. Még mielőtt ugye a motort ki tudjuk szerelni, nem tudom miért, mert normál esetben nem is akadna bele szerintem, de hát a játék így van megcsinálva. Tehát egy üzemanyagpumpát azt ki tudok szedni. Többi viszont az teljesen most már emelt állapotú, ráadásul még el is kéne engedni az olajat is, mert azt hiszem az se volt még meg. Jó, oké, akkor először el is engedem az olajat. Gyönyörű szép vadonatúj olaj van benne, de hát kit érdekel? Jó. Na már most, a felni és a kerék. Hát a felnit azt... Mercedes DLC-nk nem is tudom, hogy volt, de... Hát ugye elsőres AMG-nk van meg ilyenek. Szóval valami Mercedes felnit csak tudnánk venni, vagy ilyesmit. Legalábbis úgy emlékszem. Csak nem is tudom, hogy hol a francba találhatnánk. Meg hogy egyetlen volt-e valami. Valami mutatós. Hol is vannak? BMW. Ezek alapok. BMW megint. Mazda. Na itt van egy Mercedes. Csak hát ugye, ja. Ezek eléggé régi fajták. Bár elférne rajta mondjuk. Akár ez a fajta is, vagy akár ez. Az 500L-nek felnie. Mondjuk az igaz, hogy van egy szűrés is, és ha jól látom, megadták a nevüket is, úgyhogy akkor... Ez a 4 darab van. Mondjuk ez a fekete sem lenne rossz. Csak egy ilyen sportos felni. Bár ez meg már lehet, hogy overkill. Ez inkább ugye az SRS-hez a hozzátartozó felni. Van egy SRS, a pagoda az mondjuk régi autó, az 500E is viszonylag. Ez mikori? 12-es, hát akkor inkább újabb felnit kéne hozzárakni, úgyhogy legyen akkor az az SRS felni. Csak kéne nekem a méret. Offroad gumit azt megtartjuk egyelőre. És itt meg a méret kellene nekem. Azt mondja, hogy akkor ezt mégis veszük, ezt a Mercedes-est. Csak nem tudom, mennyi volt a méret, melyik az? Azt mondja, hogy... Azt mondja, ez volt? Igen. 20-as. Jó, oké. 4 darab. 20-as felni. Szép nagyok lesznek legalább.
Jó. Hoppá. Azt nem akartam levenni, hanem ezt. De elvileg akkor az első futómű az így meg is van. Hát feltéve, hogyha nem kell megvenni ugye az osztóművet. Bár elméletileg szerintem nem kell majd. Én legalábbis úgy tippelem. Ha mégis, akkor meg majd megvesszük. Bár mondjuk, hogyha az alkatrésznél tartok, lehet, hogy úgyis meg fogom vásárolni reflexből, szóval. Jó, na és akkor végre van egy kis változatosság. A hátsó futómű az végre más. Reméljük egyébként, hogy a motorváltása ugyanez a fajta marad a végén is. Azért azt mondja, hogy ezt sokkal hamarabb szét lehet szedni, mint a másikat. Na, ez így meg is van. Oké. Okay. Jöhet akkor egy-két rugószerelés. Itt akkor összedobjuk a kerekeket szépen. Mondjuk az is érdekes, hogy egy ilyen sport felnire offroad gumit rakni. Hát... Lehet, hogy slicket kéne rárakni. Sőt. Mondjuk nem rossz, de... Na jó, inkább a V8 miatt maradjunk a slicknél, úgyhogy ezt most szétszedem. És veszünk akkor ebből a párból egy slickes pakkot. És nem tudom, hogy hányasok. Azt mondja, hogy hol is van ez a gumi. Itt van 245. Inkább följegyzem. Könnyebb. És azt mondja, hogy slickből kéne nekünk. 20-as, 245, 45-ös. 245. Ups. 45-ös. Ha, és itt most a slicket, ja igen, közben el is adom a közofrodot, hogy ne is zavarjon be a listába. Így legalább akkor a maximum drag ratinget is ki fogjuk belőle hozni. Jó, na ez meg is van. Akkor össze is dobjuk szépen itt. Kezdjük. Várja.
Még mielőtt igen a hátsó futóművet összedobnánk, először csináljunk egy motorcserét. Mert ugye ha változik itt a motor és változik vele esetleg a futómű stílusa, vagy éppen az egész. Hoppá, még nem vettük meg. Igen. Hát úgy nem fogjuk. Kéne nekünk egy V8 SOHC boss, ugye? Ez. Nagyon jó. Hát kíváncsi leszek. Hú, viszont ez is milyen egy motort, egy jó ég. Azt a kurva. Ez egy böhömdög. Ah, viszont ez a Ford DLC-be jelent meg. És most meg berakjuk egy Mercedeshez. Nagyon jó. Így kell ezt. Hát ez pontosan ugyanolyan, mint amikor a halálos iramban tokiói hajszába ugye a jó kis Mustangba belerakták ugye a Nissan motort. Teljesen jó, elfér az. Belefér? Belefér. Na hát akkor meg. Jó. Na. Hát, hogyha már itt vagyunk, akkor fel is töltjük itt a dolgokat. Aztán így akkor legalább a motortér az teljesen kész van. Na, bazd meg, persze világítsuk oda. Így. Na, az már megvan, és akkor még egy hűtő kéne. Ja, meg egy féktartály, az valahonnan így el is maradt. Hol van a fék? Ja, itt van. De, megvolt. Ja, jó, oké, akkor zsír. Akkor minden megvan. Elvileg. A motortérben legalábbis. Folytassuk akkor ezzel a hátsó futóművel. Hogy basznál meg, akkor mégiscsak jól láttam, hogy ez az aprugó egy 80-as volt. Lehet, abból csak egyet sikerült vennem. De most már megnézem a másik oldalt, hogy az viszont akkor 8, vagy 100-as-e. Igen. Az is nagyon jó, oké. Na, akkor folytathatjuk az elejével.
És hogy elnézem, szerintem... Te, lesz osztum, akkor ez is összkerekes lesz. Nagyon jó. Jó. Ez is megvan szépen. Jöhetünk is akkor ezekkel. Na, bazd meg. Visszamennyi. Aha. Ott már megint egyet nem sikerült megvenni, vagy nem tudom, mert lengőkarom már megint volt, de gumipersely nem volt elég. What the fuck? Jó, elvileg meg vagyunk, kivéve még egy dolgot, mert hogy egy ABS-t elfelejtettem még felrakni ide. Illetve az önindító, igen, az még hátra van. De most már elvileg meg vagyunk, és remélhetőleg, hát nem lett 100%. Cseszte meg, mi a francot hagytam már megint ki, vagy raktam véletlen föl is. Nem volt belőle új alkatrész. Ott van. Az egyik végbetét. Az anyját. Mely? Most amit... Na ne csesz ki már! Pedig még direkt néztem is, hogy 100-as-e, amit felrakok. Baszk és 83-as került fel. És nincs is. Ja, bazd meg, és nincs is. Akkor azt sem sikerült venni. Egy jót, nem baj. Na, így most már viszont akkor teljesen elvileg 100%-osnak kéne lennie. Fékfolyadék tartályt azt úgy látszik. Nem, az nem lett cserélve. Tudtam én, hogy valamiért kimaradt még a fékfolyadék. Ilyen motorvezérlés, egy hátsó lengési apító sapka is hiányzik. Csak úgy lazán, értitek. Na és ez most mi? Na azért, jó, abból 100-as kerül fel, jó. És a fékfolyadék tartály azt meg nem cseréltük. Ops, vettem még egyet abból a jó kis osztóműből. Megint csak jól emlékeztem, hogy a fékfolyadék az úgy hiányzott a képből, hogy azt nem csináltuk meg. Jó, igen, illetve valahol van egy sapka. Ez egy kis sapkácska hiányzik, méghozzá onnan. Megvan, oké. Okay. Na így most már tényleg mindenképp, most már tényleg, oké, okay, most már tényleg. Mehetünk is akkor először egy... futómű beállításra. Két sárga. Pontosabban két narancs, egy citrom és egy piros. A négyes az már megint nem lett meg. Mikor lesz vajon négy zöld? Most már nem sok esélye van egyébként, mert hát ugye már csak egy autó van hátra az alapból. Meg még ugye a Hot Rod DLC-t azt még megnézzük majd külön.
fényező kamra, nézzük milyen festést adunk neki, vagy fényezést. Hát ezt a fosbarnát, ezt ki van zárva, tehát az, aki ezt hozzárakta, az egy idióta. Be jó, így ebből a szempontból végén, miben a játék volt az idióta, mert ugye ez generált színkód, meg ilyenek. De baszki, hogyha valaha megjelent bármilyen Mercedes, akár egy Mercedes, vagy akár másik autó, ilyen fosbarna színnel, hát baszki, te jó ég. Az katasztrófa. Jó, na, hát nézzük, hogy milyen matricáink vannak, és mondjuk adjunk neki valami alapfényt, nem tudom. Még egy kék is jobb az. Még az az aranysárga is, mondjuk itt a textúra, jól látom, az úgy szépen el van baszva. Igen, mert oda most alkalmazni akarná egyszer a... szerintem a lökhárítónak a fényezését, meg a lámpatestnek ugye azt a króm részét, mert ott meg rendesen meg van, itt meg nincs. De el van baszva a textúra. Csodás. Úgyhogy adjunk neki kéket. Amint szintén el van baszva, szóltak mindegy. Jó, oké, akkor menjünk egy fehérrel mondjuk. Akkor nézzünk egy fehéret. Igen. Vagy egy ezüstöt majd esetleg. Oké, úgy látom, hogy ez kap az oszlopokra egy feketét. Meg a tetőre és a csomagtartóra. Még akkor nem tudom, ott a háztetőre, akkor miért nem? Megint ez az aszimetria, bazd meg. Ó, kap karbon stílusút. Nagyon jó. Karbon matrica. Motorháztető megint le van hagyva. Aztán van itt még egy, csak... csak nem látom, hogy mi a fejényezés. Lehet, hogy egy izé... ez meg fehér. Fehér tetőt kap azért. És ugyan oda. Csomagtartó, rendesen tető, motorháztető lehagyva. Aztán mi van még? Van egy kamunk, igen, ami mondjuk most elég szarul látszik, ugye a piros miatt. Meg van egy kamó 2, ami inkább ilyen pixeles, és ennyi. Hát ezt egyértelműen akkor matrica nélkül hagyjuk, méghozzá, és adunk neki mondjuk valami jó színt. A telítettség az maradjon így, és egy ilyen jó kis ezüstös szín, 70-esen mondjuk, azaz. Mondjuk ennyire vetelhetnénk krómot is. Nézzük metálba milyen. Na hát ez lenne a króm, igen, nagyjából, de van... hát nem tudom. Nézzük inkább matt, gyöngy, fém. Ja, ez a fém, ez kell nekem. Ugye a fényes lenne ez, ami viszont elég fehér, de a fémbe viszont olyan szép ezüstös lesz. Mondjuk 75-ön. Na, így jó lesz. Ezt így elfogadom. Na, oké. Nézzük is akkor meg, hogy Dino mit tudunk belőle kihozni. Nyomunk neki 8, 9, 10 sebességet. Mindet, az összeset. 78, akkor 68 mondjuk. 58, 48, és végül 38. Illetve 4-es, 2-es, ott nem, akkor 3-as, és végül a 6-os. Gyönyörű. Karburátor pedig nincs. Na ez érdekes, itt meg most 292-t írja gyári, nem is értem. Komolyan mondom, hogy közben meg 381 volt ugye az elején. Na, hát az A-drag ratinget azt legalább megkapta, 400, mennyi lett? 460, ami mondjuk eléggé baráti, illetve 615 lóerő lett belőle. Hát szerintem az van az több is, mert 381-ről indultunk. Tehát 100 lóerő minusszal indult a gyári teljesítmény, bár nem tudom, hogy itt most tényleg, tehát itt megint az a kérdés, mert egyik autónál úgy látom, hogy a gyári teljesítménynek, vagy, de nem, igen, mindig keverem őket, de nem. A gyári teljesítmény itt most ugye a V8 SOHC Boss-nak a motorja. És azt ugye mi tuningoltba vettük meg, tehát a miért, az meg ugye a tuningolt motornak a teljesítménye. Tehát itt nem 292-nek kéne lennie, hanem 381-nek, mint amennyivel indult az a rohadt motor. Vagy most vagy ide van rossz adat felírva folyton, vagyis hát sok esetben, mert legtöbb esetben egyébként rendben van, de most vagy ide van rossz adat írva, vagy a motorhoz van rossz adat írva.
Tehát össze-vissza írják. Ó, a beltér az viszont elég szép. Ilyen tipikus fa stílus, bár mondjuk elég érdekes mintával készült. Na mindegy, nézzük is akkor meg, hogy mennyire lesz a végsebessége ennek a kicsikének. Azt mondja, hogy nyomunk is egy külső részt, és akkor meg is indulunk. Hú, de lassan indult meg. 5500-as fordulat a max. Ajaj. Lehet, hogy ide a slick gumik eléggé overkill-ek voltak. Jó, hát a 300 km per óra az eléggé nyeklén van meg. Ezzel a 600 lóerős autóval. Éppen, hogy csak megvan a 300, te jó ég. Na, talán a 310 az meg lesz. Mondjuk nem rossz az persze, főleg egy ilyen kis családi autótól. Sőt, ilyen SUV kategóriás. Jó kis túraautó. 316, 17, talán a 320 az akkor esetleg meg lesz, mint maximum. Feltéve, hogyha elmegy odáig. Na, és meg is van 320, az már jó. És szerintem lehet, hogy még ott ki is fog maxolni. És visszajövök a térkő, az út közepére, mert megint elfelé megyünk. 321, de mindjárt falat érünk, úgyhogy itt már tovább. Semmi, 321, kész. Nem baj, jó ez így. Azért elég szép teljesítmény egy ilyen fajta autótól, azért azt alá kell írni, jó ez így. Jó, na nézzük, hogy mennyiért fogjuk ezt akkor eladni. Ezt is kidobom akkor a garázsbejárat elé. És akkor gyorsan csinálunk rá egy képet, még mielőtt elfelejtem azt is. Jó kis kamu Mercedesről. Illetve akkor nézzük meg. Aukciós házból vettem természetesen, igen, 50, fú, és még csak nem is kevésért, 58 000, és baszki, ha nem tudtad volna megadni, akkor mondjuk egy kerek 200-ra, tehát hogy így. Na, azzal is jobban jártunk volna, de mindegy, így is akkor 141 000 elvileg a profit, hát egyelőre elhisszük neki, aztán majd meglátjuk. Sőt, valószínű egyébként a tervek szerint, ugye a következő autónk az most ez a Camaro, ez végre az utolsó, úgymond, alapautós garázs bejáratra való helyezés, ugye ennek a Camaro-nak az eladása, vagy restaurálása pontosabban. Ugye ez a Bolt Mosquito már volt, az MK5-ös verzió, ez ugye meg van az MK6-os. Ugye ez is ugye a Camaro között egy következő, azt hiszem az Z, fú, nem tudom hirtelen fejből a hányadik Z volt már ez. Úgyhogy ja, megnézzük majd ez is, ha jól látom, akkor egy konfig van, az mondjuk jó. Viszont egy halom motor lehetőségünk van, úgyhogy itt majd szépen lehet válogatni. Majd inkább majd itt előre megnézem, hogy melyik a legerősebb, aztán... Sőt, az az SOHC FME, azzal szerintem még egyszer nem futottunk össze. Nem emlékszem, hogy az bármelyik motorba lett volna. A DOHC Turbo feltöltő biztos, hogy volt. A Boss SOHC Rear Wheel Drive biztos, hogy volt. A CGM is tuti, hogy volt. CGMSC biztos, hogy volt. A Coyote és az ASK is szerintem volt már, de ez az FME, ez azt ki most látom először. Nem, hogy nem volt, most látom először. De azért majd a biztonság kedvére rákeresek, aztán megnézem a következő videóra. És valószínű akkor a Hot Rod DLC, meg majd a Camaro közti videónak meg fogunk nézni akkor egy ilyen, hát egy ilyen matekos. Jó kis, tartunk egy matek órát, megnézzük, hogy ténylegesen ezek a profit írások, amiket ugye
az eladáskor ír a játék, hogy tényleg mekkora profitunk egy autón, hogy az valós-e. Egyelőre még nem tudom, hogyan fogom megnézni, mármint az biztos, hogy egy Excelbe fel fogjuk szépen jegyezni az összes alkatrészt, természetesen azt majd videón kívül, mert kurva sok alkatrész van, de egytől egyig mindent fel fogok majd jegyezni. Külön kategóriába fogom szedni majd ugye a motorteret, a karosszériát és a külön alkatrészeket. Tehát ez a három kategória lesz majd, szépen szétszedve, elosztva egy képernyőre remélhetőleg elférünk majd, azért majd meglátom. Ugye ezeket is ugye szépen felszorozva, stb. Mennyiségek, miből hány, hova, tehát ezeket mindent majd oda szépen föl fogom írni, aztán megnézzük, hogy tényleg igaz-e az, amit a játék ír, mint profit, amit ugye nyerünk egy restauráláson. Mondjuk ahhoz az kéne, hogy egy üres vázat tudjak venni valahonnan, mert ugye itt bele kell számítani az eredeti alkatrészeket is. Meg ugye az alapárat. Na mindegy, meglátjuk majd, hogy hogyan lesz az a matek megoldva, aztán addig is, sziasztok!